Két éve mutatjuk be a klub legfontosabb történéseit, a hátteret, amely egy kicsit talán a nézőket is közelebb hozza a DVTK-hoz. Két éve zaklatjuk őket az otthonaikban. Ott voltunk a reggeli kávénál, és velük együtt indultunk az edzésekre. Ha nem így lett volna, nem derült volna fény Majas Korics szenzációs énekhangjára. És műsorunk sem kapott volna új becenevet. Mióta csináljátok ezt a napfénytetőt, hogy mi ez? Naposan. A napfénytető stábja pedig nem csak az edzőpályákig, hanem hosszabb utakra is elkísérte a csapatokat. Sokszor enni sem hagytuk a játékosokat, de előfordult olyan is, hogy ők leptek meg minket különböző finomságokkal. Korábbi támadónk Nikolaos Ioannidis például megmutatta, hogyan készül az eredeti görög gyirosz. Mi pedig kíváncsiak voltunk, vajon megye élesben is. Profi, mi? Soha életemben nem voltam még ilyen közel gyiroszhoz. Istenem, ha a srácok közül ezt bárki meglátja, az egész évben ezzel fog szivatni. Forgás Dávid pedig az olasz konyha rejtelmeibe kalauzolt minket, így már azt is tudjuk, milyen az igazi római carbonara. Arról pedig, hogy ne csak gyroszt és spagettit tegyenek a sportolók, az akadémia konyháját irányító Budai Péter séf gondoskodik, ezt sem hagytuk figyelmen kívül. Az elmúlt 50 adásban továbbá rendre próbára tettük a játékosok ügyességét, ami sokszor egy egymás elleni versenyben nyilvánult meg. De talán ennél is jobban élvezték a kvíz kérdéseinket. Tapsol valaki, bocsánat, hallgat. Tapsol. Az idén a világ legszebbének választott DVTK stadion felépülését mi az alapoktól követtük? Ehhez a szentélyhez fűződnek talán műsorunk legmeghatóbb pillanatai is.
És egy igazi legendával zárunk, hiszen ott voltunk akkor is, amikor a Chelsea korábbi kiválósága, a százszoros írválogatott labdarúgó Damien Duff is tiszteletét tette nálunk, és ha már itt volt, Fernando Fernándezzel nosztalgiázott a régi szép időkről.